Sziasztok! Utolsó rész, Resident Evil Village. Hát, nem hittem volna, hogy eljutunk ideig. 10 órát játszottam már játékkal. Haj, kettőt is mentettem. De, a menü megváltozott megint. De, már végénél vagyunk. Már nagyon a végénél vagyunk. Úgy voltam vele, hogy már készen állok. Készen állok, hogy legyőzzem a démonaimat, hogy megvívjam a csatáimat, hogy legyőzzem ezt a Miranda anyát, hogy legyőzzem Ivi anyját. 100 évet várni, basszus, arra, hogy visszahozd a saját gyermeked. Az azért mi már. Mennem kell, hát... jó. Duke's Emporium has everything you need for your decisive battle. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Aha. Megvettem, de... amit tudok, megveszek. Yes, I can see why you'd be interested in that. An interesting selection. Because of all this commotion, I've lost an entire territory to transact in. Okay. Please, be well. Thanks. Preparation is more important now than ever before. Amat Victoria Coram. It was truly a pleasure doing business. Na, még egyet mentünk. Bátorságom éleként. Én készen állok egy világháborúra. Hát ez így rendesen így. Hát akkor használjuk a pisztolyt, ha már ennyi sok lőszerem van most hozzá. Ethan nem tud gyorsabban futni. Azt hittem, hogy most ki lehet valamivel nyitni. Nem tudom, hogy azt mivel lehet neki nyitni. Nem érek rá, seggfej. Megkementem a lányomat. Értsétek meg! Meg kell mentenem a lányomat! Little Ava, my
My beautiful daughter. Come to me. Is that you? Oh, how I've missed you. What? My power is leaving me. Rose! Miranda! Takarodj a lányomtól! Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, Get her, now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No! Rose! Fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamites. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. So now you can die peacefully. Aha! Bármivel meg tud ütni. How about this? Don't resist. There's nothing. Tudod mit? Tudod mit? És most? Oh yes! Igen! Ezt akartam! It's time you left things in my place. Rest now. The hell I will. I will take back my daughter!
Ő az én lányom, baszod! I understand your feelings, but this is... If I combine Rose with a Mega Mindset, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century, all for this day! Such vitality. After all, everyone dies. Why do you interfere? Surely you have no need of those now, so close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! Your time is up! Now die! Your life is over, Mr. Why do you stop? I'll take wonderful care of little ones. I can take any form I desire. Most ugye szórakozol velem. Those forms. They could do nothing to assuage my years of loneliness. Ever think the problem might be you, Miranda? You're not capable of real love. Már azon gondolkoztam, mit tereszek bele? Igen, a te lányod Ivi, aki már meghalt. Dolgozd föl. Rose! It's all right, Rose. It's all right. Me?
Ne. Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. Oh, no. Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Így nem tűnik van megnyerőnek. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Nah. Ethan, nah. Ethan. Go. Go, take us up now. Wait! Where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go, not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain, you need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. The hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay.
Me? Ethan meghalt. Asta. Ez kicsit lesokkolt. Minden esetre ez egy nagyon-nagyon furcsa sztori. Nagyon furcsa kimenetele. Ethan feláldozta magát, a lánya véget. Ki most jöttem rá, hogy ez a bosszokat akarja mutatni. De király! Hogy ezzel mutatja be még a bosszt is, mert... Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my team. Boss Meg! Ezért nem mondta végig a sztorit. Apám! Hát a Capcom meglépett egy lépést. Egy karakter meghalt. Mondjuk jobb örültem volna egy Chris szintű feláldozásnak, mint gyakorlatilag egy Ethannek, mert Ethan egy... Ethannek nem kellett volna meghalnia. Hát én azt mondom, hogy a játék tetszik. Maximálisan lehet mondani, hogy egy jó játékkal van dolgunk. Így összezéset akarok mondani. Megpróbálom magamat összeszedni. Resident Evil mértékben én, amit elvárok egy Resident Evil játéktól, hogy adja át a Resident Evil hangulatot maximálisan. Ne egy átlagos zombi horror legyen, hanem mutasson valami olyat, ami pont nem jellemző a többire. És valahogy mindig a Resident Evil képes egy olyan biofegyvert létrehozni, egy olyan biofegyvert kreálni, ami mindig az adott részben problematikát okoz. Szóval sosem egy nagy vasszis, de azt így a megfejtés a végére, hogy van egy kutató is, azt tehet mindenről. De az, hogy egy anya fel akarja támasztani a gyermekét, az egy eléggé meredek, de fájdalmas pont. Ha így vesszük, akkor szerintem történetileg jogos, hogy ennyire eltökélt egy anya. Hogy képes legyen bárkit föléleszteni, hogy képes legyen megteremteni másképp azt az életet.
hogy ő nem szülni akar még egyet, vagy ilyesmi, hanem ő a lányát akarja. Eléggé borult, meredek sztoria van. Igazából, ha úgy vesszük, talán a víziszörny volt az egyedüli olyan fő boss, akit úgy nem kedveltem, meg ugyebár Chrisnek így a szája. És akkor így elmondtam, hogy ez a kettő dolog volt az, ami nekem nem tetszett. Többi egyébként úgy megfelel, egyébként egy tök jó kis játék volt, de a víziszörny az egy ilyen csalódás volt számomra. Az egy borzadály volt. Ha a többi storyline-t nézzük, volt ugyebár nekünk egy vámpír úrnőnk három lányával együtt. Egy nagyon érdekes, ötletes storyline volt őt belepakolni, és így gondolkoztam, hogy ő most pontosan mi is valójában, mert annó még 500 évvel ezelőtt is elméletileg ő még élt, és akkor így már a körül már kezdtek ezek a plágaszerű cuccok kivirágozni. Ezek szerint egy ilyen plága fertőzés volt az egész mögött, amit így próbáltak bele inekciózni az adott emberekbe, hogy túlélje így a dolgokat. Hát, egy érdekes cuccnak vélem. Egy érdekes cuccnak, nem mondom azt, hogy rossz játék. Tényleg jó játék, de hozzá szeretném tenni, a hetet nem ugorja meg. És ennek van oka. A hetedik rész igazából én azt azért szeretem, mert egyszerű. Nagyon egyszerű. Talán a DLC-k azok, amik egyébként valamelyest tönkre teszik. Úgy nagyjából a játékot. A hetedik résznél. A nyolcadik meg hát most így a Village az nem gorja meg a hetedik színvonalát. Valahol egyébként a hetedik előtt van valahol. Itt van, hogy a kadókat beadják ugyebár az embereknek, és ugyebár akinél nagy infinitás van, vagy ugyebár nagy hatékonysága van, ugyebár őket fölkeresik. És lehet, hogy a lányánál nem volt, de az apánál lehet több pont. Érdekes egy történet, azt teljesen hozzáteszem, hogy egy ilyen falut átváltoztatni zombikká, ezáltal, hogy kísérletezzek abban, hogy emberileg milyenek a... Hát mennyi esély van azon, hogy föltámasszak valakit, meg hogy ki lenne erre legjobban képes. És így változott vérfarkassa. Szóval igazából itt most még inkább történetet mesél, hogy így adták be a többi embernek ezt a cuccot. Ezt az embriószerű cuccot. Apám... Meredek. Mi? Várjunk. Think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like I do think it Az apja sírjához megy, ne! Ó, basszus! Akkor ő Róz! Hey, Dad. Happy birthday. Ne! Ethan! Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is.
calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? The day of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Bosky. Befagyott. Hát igen, 11 órába tehát standard fokozaton végig játszani a játékot. New difficulty vált elérhetővé. Játék új indításánál lehet. Bónusz kontaktet kaptam. A bónusz menüben tudom megnézni. Meg van most ez a content shop, meg concept art, figura, challenge-ek, a challenge-ek és a extra koncepciós shop. Az a tom, ja, akkor ez úgy működik, mint a Resident Evil 3-ba. Annyi a lényeg, hogyha egy végigjátszással szerzünk X mennyiségű pontot, akkor itt be tudjuk váltani. Így extra contentre tudunk szert tenni. Fegyverek, figurák, meg hasonlók. Új kisfilmek érhetőek el, hogy Village of the Shadow, ugyebár a könyv full verziója, a készítőknek a könyv verziója, hát ugyebár a könyvet hogy készítették, a pályadizájnok, a vizuális effektek, és a vizuális produkció. Speciális weapon. A shopban ezt meg lehet szerezni, és a main storyban is tudjuk használni. WCX. Nagyszerű. Szabad. Challenge-ek, amiket megcsináltam. No Lickin' Tears. Four Lords. That Sucked. No God. Aha, ez gyakorlatilag itt a extra cuccok, amiket megszereztem, ezt nem fogom felolvasni, nem gond. Ezek gyakorlatilag a achievementek, meg minden. Menti a teljes állást? Persze. Bakter.
Oké. Okay. Kezdem a legelejéről. A játék jó, mint mondottam. Nyugodtan ki lehet próbálni, hogy megéri az állát, és hogy Stadion megéri-e végigjátszani. Szerintem megéri. Kontrollerre is lehet játszani, csak én nem vagyok annyira hozzászokva mostanában. Az lényeg egyébként, hogy utoljára, amit játszottam Resident Evil-ök közül, az ugyebár a új Resident Evil 3 volt. Az is már egy jókora egy éves az a játék, mikor ez a videó készül. És akkor tájt az még egy tök jó cucc volt. Konzolon játszottam vele ténylegesen elsőek, és akkor vittem végig. Nagyon-nagyon jelveztem akkor tájt. És akkor úgy ment, de itt egy kicsit másabb irányítás van, szóval a Resident Evil 7-nek meg a Resident Evil 3-nak azért más irányítása van, és ez látszik. De a 8-nak is bőven más irányítása van. Nem találom egyébként rossznak a játékot, de a 7-től egy kicsit lemarad, egy picit. Már egy kicsit irritált ez a hú, bazd meg, mennyi lövés kell a fő bossba szint cucc a legvégén. Komolyan mondom, már Chris kampány része az például baromira irritált. Egy dolgot még úgy nagyjából nem is értek, ez pedig az, hogy ha jól emlékszem, a trailerek után voltak ilyen stúdió összeülések, vagy nem tudom pontosan mik voltak ezek, és ott elmondták, hogy legalább 3 vagy 4 karaktert tudunk majd irányítani a játék során. Biztos voltam benne, hogy az egyik Chris lesz, és fix, hogy elmenti a Capcom, hogy jaj, őt nem ölhetjük meg, ő egy fontos karakter, ő neki nem szabad meghalnia. De miért? Meghalt volna. Mennyivel jobb lett volna? Értékeltem volna a halálát, nem? Bazd meg. Meghal Ethan, aki egyébként egy apa. Egy fucking apa. Capcom, megöljük az apákat. Az akció sztárokat meg nem. Mindegy is. Nagyon zavart ebbe a részbe Chris. Ez olyan, mint a berondított volna. Örültem annak, hogy fú, basszus, ez a Chris megölte a feleségünket, akkor Ethan biztos kinyírja. Nem, bazd meg, hála a jó Istennek, volt egyetlen egy jó mentedő momentuma, ami miatt azt mondom, hogy nem volt igénytelenő fos, de Chris nem kellett volna bele. Még így is azt mondom, Chris, ha nem lett volna benne, 1000-szer jobb lett volna. Utána jött az a momentum, hogy adva van kedves Duke barátunk, aki segítségünkre sietett mindig. Őt tudom kiemelni az egyik legjobb momentumnak. Komolyan mondom, imádtam. Ahogy benne van a játékban, ő egy nagyon-nagyon jó karakter. Nem is igazán fogok miatt a problematikázni, mert ő váratlanul megjelenik mindenhol, és ez nekem kedvemre volt. Nekem tetszett maga egész létezés a Duke-nak, egy pacsi, amiért őt berakták. Mia nem szerepelt valami hú, de sokat, így nem is ízéltem miatta, hogy problematikázzak miatta, mert úgy nem igazán kell. A bosszokról csak annyit, hogy egyszerűen nem bírtam megjegyezni őket. Szóval amennyire ki vannak hangsúlyozva a bosszok így nagyjából az összes Resident Evil-ben, szóval azért nagyon sok Resident Evil boss-t így fejből föl tudok sorolni, de az basszus, hogy a 7. részben mennyire megmaradt összes boss, szóval ott volt Jack, ott volt Lukács, szóval ott volt egy ilyen nagyon-nagyon erős áthallás az egészben, hogy úgy megmaradt minden. De valahogy egyébként a Village szerintem nem fog megmaradni. Semennyire. Hogy fogalmazzak? Dimas Krusék, ugyebár azt tudom, hogy kell kiejteni, de komolyan. Szóval a vámpírhölgy egyszerűen a másik neve nem jut eszembe, de
A vámpír hölgy az egy szimpatikus személy volt. Azt hittem, hogy több szerepet is fog kapni. Egyébként egy tökre imádom karakter lett számomra. A három lánya, hát szívemhez nőttek, de eléggé keveset voltak a vászon. Szóval három rész alatt elpusztítottam mind a négyüket. És ez kicsit eléggé lehangol. Nagyon-nagyon az van, hogy kicsit furcsáltam is, hogy ennyire hamar vége lett az egésznek. Mondom, jó van. Akkor most mi legyen? Kik lesznek a következők? És tökre megfeledkeztem, hogy vannak még ezen kívül is. És nem akarom azt mondani, hogy mind elfeledhető, de a bábos az egyszerűen egy ilyen karakter volt, amit így nyújtott azzal a szabaduló szobás résszel, hát ez az inkább egy ilyen hogy fogalmazzak? Nekem nem jött át. Fullba nem jött át. Bemérgezett minket, és ugyebár ezáltal nem is vágtuk az egésznek így a lényegét. Egyébként most ott eszembe, hogy a vámpír hölgyet ugyebár gyomron vágtuk egy késsel. Vagy hát oldalába vágtunk egy kést. És ha olvasunk előtte vagy utána egy feljegyzést arról, hogy ez a kés elméletben így összes mérget csillapítja. Nem tudom, hogy mennyire igaz ez egy fertőzésre. És szerintem ezért tudtam annyira hú, de könnyen megölni. Mert ugyebár regenerációja sokkal nagyobb szinten van, mint a legtöbb karakternek ebbe a játékba. Mégis könnyebben meg tudtam ez miatt ölni. Hála ennek a késnek. Ott volt még a víziszörny, én azt megsigyeztem, meg se jegyeztem. Egy hülye, akit egyszerűen utálok. Szóval talán ő volt a legkevésbé szimpatikusabb az összes közül. Elején még azt hittem, hogy szimpatizálhatok vele, mert ostobácskának tűnt fullba, de annyira ostoba volt, hogy igazából nem bírok vele szimpatizálni. És ez a szomorú, hogy bocsi, de ez a két karakter egyszerűen nagyon kiütött. Az utolsó az tetszett, de elfelejtettem a nevét. Pedig neki is egyedi neve van, csak nem jut eszembe. Hogy hívták? Lehet, hogy megvan itt a figurák között, megnézzük. Nincs figur. Az konkrét. Szóval nincs figura. Értem. Hát ez egy kicsit elszomorít. Na mindegy, vannak filmjeink. Hogy ez a Villagers Fool az hogy néz ki? Hogy készült? Hát ugyebár ez azért pár világot megidéz. Hogy pályadizájn, a vizuális, dinamikus cuccok, meg ugyebár a vizuál produkció karakter kidolgozása, meg hasonlók. Hát úgy egyébként ténylegesen hozzáteszem, nem egy rossz játék, 10-ből én adok rá egyébként egy erős 9-est, mert egyébként baszottul jó, tényleg. Szóval megüti egyébként a Resident Evil színvonalat. Egy erős 9-est adok neki. Vagy inkább legyen egy gyenge 9-es. És akkor ilyen tök kedves voltam. Mert úgy kb. 9-en van a Resident Evil 7. A 2-t is szerettem, Shotspe kb. Az ugyanaz a vonalon van. A 3-at azt nem igazán kedveltem. Azt mondom, hogy már a 8-hoz bonzom inkább. És ahogy így mondhatom, hogy egyébként ezek a Resident Evil játékok baromi a jók. Nem rosszak. A 4-en például azon túl tudott jutni, ott például egy 9-est adtam rá, de pont az a nagyon gyenge 9-es a 4. Szóval azért mondható annak, hogy igazából egy érdekes kis rész lett ez. Nagyon összetett, nagyon jól megcsinált,
De bizonyos dolgok érdekelnek. Szóval... Vagy semmit nem unlockoltam, vagy nem tudom. És komolyan, semmit nem unlockoltam? Ez eléggé elszomorít. Best Dead, Universal... Na mindegy, megnézem még itt az extrákat, megmutogatom. Hallottam, hogy van egyébként ebben a játékban egy Mercenaries mód. Nagyon jó. Én úgy nem igazán voltam sose oda a Mercenariesért, de oké. Okay. 10-ért megkaphatom ezt. Extra game! The Mercenaries! Yeah. Na, a WCX az egy gépkarabé. A Karambit Knife, hát egyszer nem használtam. USM AI, ez például baromi jól. Volt ez a speciál weapon, ez de mennyi egy haszontalan jószág. Vannak itt olyanok, amik hát végtelen lőszert itt ki lehet unlockolni. Infinite ammójú rakétavető. Infinite ammójú cuccok azért vannak, de... Mi van? Figurák, Ethan Winters, Mia Winters, Rosemary Winters, Chris Redfield, Duke, egyébként őt tényleg nagyon bírtam, The Hag, ugyebár a Likán, akkor ugyebár ezek voltak a vérfaragasok, Likán Large, ugyebár ezek voltak a főszereltek, Varkalak, amik ezek a óriási kutyaszerű cuccok gondolom, Urias, az ugyebár a nagy darab szőrös álló. Alkina Demitressu. Nem tudom, hogy kell kiejteni. Bella Dimitru. Cassandra. Bella. Alig van különbség. Daniella. Veroika. Ez ugyebár föld alatti ellenfelek. Samka. Ezek akik repültek, ha jól vágom. Ez a mutánsdű. Aleka. Alkina. A baba, akivel nem igazán találkoztatok. Morau. Hát igen, őt, Morau-t én azt nem igazán bírtam. Ezt a Donna Benivanto és Angie-t sem igazán bírtam. Mutáns Morró. Kerlő Heisenberg. Egyébként Heisenberget bírtam. Heisenberg még a legkirályabb karaktere volt talán. Csak az a gond, hogy ő meg nem volt kidolgozva. Miért nem dolgoztátok ki Heisenberget? Ha? Figyelj, legalább használta volna ellenem egyszer valaha a kalapácsát. De komolyan. Nem, basszus. Összeszedted a játékba a kalapácsát. Meg kettészedte. Mi a fasz? Holler. Soldat Eist. Hát ugyebár a Holler, ezek a agymosott hülyék. Soldat Eist, ugyebár ez a fúróval felszelt. Szuperkata. Soldat Zwei, ez ugyebár kettő fúróval van felszelve. Soldat Jet, ez már repülni is tud. És Soldat Panzer, aki ugyebár egy ilyen nagyobb páncélzat volt. Sturm, az ugyebár a nagy propellerrel föl van szerelve. Mutant Heisenberg, ugyebár a mutáns Heisenberg, hát Chris Redfield B. Amber, Amber Eyes, Kenkir, Nightnow. Ezt nem is értem, miért raktátok be, Tundra. Vs. a Soldier, igen, akikkel nem találkoztunk. Meg a Mike, ezt nem is vágtam, hogy egyébként pontosan ez micsoda, utólag derülnek ki. Urias Trager, mi a faszomért raktátok bele egyébként ezt? Miranda, Mutant Miranda,
Muté, Miranda, Flying From, Spider From, és akkor Miranda Berserker módban, Rosemary Winters, és ugyebár itt a fegyverek. Van nekünk egy Tommy Gunnunk is? V61 customizálva. Jó, hogy ez ugyanaz? What the fuck? Na mindegy, vannak itt azért fegyverek. Ez érdekelt. És akkor még nagy csomó konceptárt, és akkor Mercenaries. Kipróbáljuk! Én nem szeretem a Mercenaries kampányt, sosem szerettem. De ha kipróbáltam, akkor próbáljuk, na. As you wish. Aha. Thank you for your patronage. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Aha, és akkor itt meg lehet venni a kellőképpen érdekes, érdemes cuccokat. Veszünk magunknak egy shotgun. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Meg HP növelőt. Veszünk egy ilyet is. Thank you for your patronage. És akkor itt elmagyaráz ugyeben a Mercenaries mód szabályait. Amit egyébként már tudok. Szóval utána néztem, hogy mit tartalmaz maga a csomag, és tudtam, hogy Mercenaries mód az lesz benne. És hát annyi a lényeg egyébként a nagy többségében az egészben, hogy körökre van osztva az egész, és ölsz, közben növeled ugyebár a szkúrodat ölésekkel, és persze, hogy hova célzol, azzal több ölést kapsz, ölést vagy pontokat kapsz. Nem igazán egy összeszedett cucc kombó, ezt nem is olvasom tovább, mert felesleges. És akkor el lehet kezdeni. És akkor gyakorlatilag berak minket a pályára. Innestől kezdve jönnek az ellenfelek. Egy, kettő, kicsit zavar egyébként az a tény. Azt a faszomat!
És akkor lehet ilyen ability-ket is kapni, hogy break shot, ez például a HP-ját tesztünk, HP-ját baszott, több támadást csinál, speed increase, ez például többet tudok gyorsulni, és itt van, hogy például a damage többet fel tudok fogni. És akkor gyakorlatilag ennyi volt. Max HP-ra gyógyít, Infinitor. Close Combat Attack, még több damage, ugyebár ha közelharciban, Unblow. Gyorsabb lesz egy-kettő támadásom. Hát, és akkor egy szintet teljesíteni kell, és akkor mehetek tovább a következőre? Jó tudni. Shortcut. Seeking something in particular. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. És akkor mehetünk a következő helyszínre. Hála a jó Istennek, hogy minden egyes enemivel több és több dolgot kapok. Minden egyes ellenfél legyőzésre kapok egy kis HP-t, ez tök jól hangzik. Ez kiderülne, hogy gyakorlatilag meg egy ilyen hullaszal fos. Ugh.
Fire rate-et kell növelnem. És akkor területenként. Welcome. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. Az a gond, hogy ezt. Leave this to me. This simple modification can be done in just a moment. Hmm.
This is all an investment, Ethan. A good deal. No, menjen a következő kör. LOL! Megint igaz az, ha a lábát állod el. A mercenariusnél kicsit problematika ez, hogy néha szaggat. A headshot még több damage-et ad. Egy. Kettő.
Break shot. Ez egy kicsit érdekes kis arra volt. B. Nem tudom, hogy A vagy S a legjobb. Lehet, hogy itt van 3 S is. Mindenesetre első próbálkozásra ez annyira nem is rossz. Aha, és van több stage is csak. Gondolom, passz, nem tudom, vagy... Vagy ez hogy működik a több stage? Challenge complete, jéj. És akkor még lehetne itt extra dolgokat fölnyitni. Mondjuk ezt. És a végtelen lőszeres izé is itt van. Hát a Grand Ranch az annyira nem izgat. Ez jobban izgat. Figurák. Van itt minden. Hát úgy... Konkrétan egyébként ez a challenge-ek érdekessége az ott van a toppon. Nem már. Most esetleg, hogy pénz is ki lehet váltani a challenge-eket. Ha valaki nagyon sokszor végigjátsza. Hát... érdekesnek tűnik. Őszintén bevallva. De... ez a messzős mód egyébként, mert annyira nem vonz, szóval... tetszik az, hogy van végre egy csík is, itt alul, hogy mennyit kell még megcsinálnom, de... úgy adott esetben úgy nem vonz, szóval... engemet érdekelt a Village, jó is lett, nem volt egy rossz játék, én kiváltképpen szerintem lehet majd egyszer még előveszem, vagy kétszer is magamnak. De így röviden tömören, én ezért hagytam félbe, hogy gyakorlatilag egy sorozatot a csatornán, mivel a Dunkerompát, és most szeretnék visszatérni rá. Szerintem nekem ez túl sok volt egy időre Resident Evil-ökből, ha már ki tudja, lehet előveszek majd a Resident Evil 3-at, hogy végigjátszam, mert azt például nem játszottam végig, és azt végig tudnám játszani akadozásmentesen, hát mondhatni mentesen. Majd meglátjuk. Mindenesetre ez volt így a Resident Evil. Még a Mercenaries-re is volt időm, hogy bemutassam. Így nem tudok többet hozzárakni a játékhoz. Érdekesnek érdekes, színészileg nem jó. Mert tényleg nem jó, de nem is azért játszottam ezzel a játékkal. Hanem maga az full akciófaktorért, mert kell néha akciófaktor számomra. És a Resident Evil ebbe kiszolgál, még ha a túlélő horrorokban van otthon a játék, akkor istán egy helyen volt az a rész, ahol megijedtem. Amit tényleg ki tudok jelenteni, hogy ez tényleg para volt és tényleg rémisztő, az a egyedüli rész az a... mikor elmentem egy folyosónál, és
lecsatlakozott az egyik ilyen mechanikus szoldát, akinek fúrója van. És attól megijedtem egy másodperc, hogy mi a fasz? Mi vagy te? Az egy kicsit azon lefagytam, annál föl is sikoltottam. Úgy unblock, meglepett pillanatok voltak, de ez igazából én mindig a Resident Evil. Amit vártam tőle, az alapjávéve nem volt egy magasra pakolható cucc. Hát tanulva egyébként a régi Resident Evil-ök közül párban, amit én például nem szeretek, ott azért tudom azt mondani, hogy hát annál bőven jobb. Szóval az elvárásomat maximálisan felülmúlta. Habár a 7-nél nem lett jobb, rosszabb lett egy picivel, de annyi baj legyen. Köszönöm szépen a figyelmet. Következőleg a Danganronpa lesz folytatva. Készüljetek, sziasztok!